És üdvözlök mindenkit, szóval jövök, ezt még láthatjátok a Mars Warlocks nevű játék. Viszont, mint tudjátok, az előző rész az a másik fejezetnek a befejezése volt. És miért még beleugránánk a harmadik fejezetben, ugyanúgy, mint az első és a másik fejezet között, elkészítem nektek a Mars Warlocks második fejezetéből a napló részleteket. Aki még nem tudja, hogy mi ez a külön kis videó, ez arról fog szólni, csak arról fog szólni, hogy a hadinaplóban lévő naplót, harcok, karakterek, helyszíneket mind-mind felolvasom. Úgyhogy elsősorban akkor azoknak szólok, hogy akik erre a dologra nem kíváncsiak, ők kapásba kicshatják ezt a videót. Akiket viszont érdekel a történet, illetve háttérinformációkat szeretnének szerezni a játékról, azok kettő dologból választhatnak. Egy, vagy megállítják a videót, és képenként nézik, és akkor, hogyha nagy teljes képernyőbe kirakjátok a videót, akkor el tudjátok ti is olvasni, mert ezt a videót megpróbálom a lehető legjobb minőségbe felrakni. Ami ugye hát a jelenlegi technológiával lehetséges, ami ugye az én technológiámmal lehetséges. Illetve akik nem szeretnének olvasni, mert hát tudom, hogy mennyire bántja a szemeteket, meg hát az én szememet is mennyire bántja a számítógépnek ugye a képernyője, nekik szépen felolvasom. Ennyi az annyi. Úgyhogy akkor vágjunk is bele. Az előző részt azt ott hagytuk abba, vagy hát az előző napló részt azt ott hagytuk abba, hogy a naplót, a karaktereket és a helyszíneket olvastam fel, és akkor most menjünk visszafelé. A helyszínektől fogom felolvasni ismételten. Ezeket elvileg már olvastam. A vízforrást, a tárolt, a gombamezőt, az erőműt. Az árnyékodú volt tudtommal a legutolsó, amit így felolvastam nektek a helyszínekből. Ha nem, akkor szóljatok, és majd csinálok egy ilyen kiegészítő videót. De elvileg az árnyékodó, hát felírtam magamnak, a helyszínekből az árnyékodó volt a legutolsó, amit felolvastam nektek. De akkor az árnyékodóval is kezdünk, mivel a másik fejezet az árnyékodóban játszódott. Na, akkor hajrá! Árnyékodó Aurora legnagyobb városa, a forrás földi szállása. Több negyedből tevődik össze, minél közelebb vannak a központhoz, annál jobban tartozik az elit osztályhoz, és annál közelebb van a forráshoz. Másrésztről a félelső területek sokkal elszegényedettebbek, kevésbé védettek, és közelebb fekszenek a város körülvevő sivatagokhoz. A település már öreg, központi része még az űrzavar előtt létesült. Jó. Ez ártatlanság lakókörzete. Ebben a házban nevelkedett ártatlanság, és itt működött szülei üzlete is, igen. Ma már romokban áll. Feltehetőleg a házat a szülei letartóztatáskor rombolták le. Ez így van. A homok negyed. Egy jelentősen elszegényedett negyed, de az elvonási tünetektől küzdő néhány drogfüggőt leszámítva nem veszélyes hely. Itt található Roy rejtek helye egy elhagyatott épületben, és itt van jótékonyság bárja is. Régen ez volt a város széle, és innen kapta a nevét is. Azért homok negyed. Alsóváros. Az alsóváros folyosók, alagutak és csövek labirintusa, melyek a nyomor negyed régebbi részeiből valók, s melyet már újabb épületek, ősi vízművek és csatornák fednek el. Veszélyes hely, elárasztották az élősködők. Néhány ember ide menekül az őrök elől, ahol sosem keresik őket tovább. Mert ugye tele van dögökkel. Jótékonyság bárja. Jótékonyság bárja a helyi prostituáltak találkozási helye és menedéke, akik szintén itt bonyítják le üzleteiket. Hát igen. Ez a legjobb hely a városban zajló eseményekről való információ szerzésre. Hát innen így szereztük úgymond a legtöbb információt, az tény is való. Elhagyatott épület. Roy régi rejtek helye ebben az elhagyatott épületben van, mint amit láthatjátok a képen. Felső negyed. A felső negyed alapvetően a kézművesek, a kézműveseknek, boltulajdonosoknak és középosztályának az otthont. A hatóságok szoros őrizet alatt tartják. Található itt egy nagy piac is, valamint egy átjáró az alsó városba, ami egykor a kerület részese volt. A kereskedő negyed. Hagyományosan ezt a kerület szolgál piacként árnyékodú felső negyedében.
Északi kerület. A nyomor negyedben található terület meglehetősen veszélyes. Mindenféle üzérkedő és az élet szélére sodródott lakó él itt. Hát bűnözök, mondjuk ki akkor magyarul egy szóban. Nyomor negyed. A nyomor negyed meglehetősen veszélyes hely, hiszen otthont ad rengeteg bandának, kik bármikor készek lecsapni az utazókra. Emellett kiváló búvóhelyek azoknak, akik a törvénykezelő elől menekülnek. A rongyos bár. A koszos bár, mely a csendesség vezet, egy olyan hely, ahol szélhámosok, dílerek és mindenféle sötét ügyben settenkedők összegyűlnek. Meglehetősen népszerű arénájának köszönhetően, ahol önkéntesek különböző lényekkel küszhetnek meg a néző közönség nagy örömére. A vonat rajtaütés helye. Ezen a sivatagos területen csak a vonatok haladnak át, mégis helyszínné vált az ellenállás egyik legfőbb csatájának. Na, csapatának és csatájának is, igen. Zöld reménység, még mennyi van hátra? Ez a kettő, jó. A zöld reménységbe fogunk, az a harmadik fejezetnek a helyszíne, illetve a hipnotikus mező, de a zöld reménység. A zöld reménység a fő hidroponikus terület szokatlanul magas termelési hozammal. A háború alatt rengeteg véres csatának adott színteret, és miután az Aurora lefoglalta, a győzelmük biztosítva lett. A csaták eredményeként nagy mértékűvé vált a lepusztultsága, a helyreállítás sokáig fog húzódni, hatalmas költségek árán. Hidroponikus mező, igen. A hidroponikus mező a legfőbb forrása zöld reménység gazdaságának. Mikro öntözőcsövek és víztisztító csatornák szelik keresztül különféle növények. Természete... Mit? Bocsánat, srácok. Újra elkezdem ezt előre ezt a mondatot. Mikro öntözőcsövek és víztisztító csatornák szelik keresztül különféle növények termesztésének céljából. Csak összerakom ezt a mondatot. Melyek ellátják élelemmel a településeket szokatlanul magas hozammal. Víz pazarlása nélkül. Nos, ezek voltak a helyszínek. Akkor ugorjunk is a karakterekre. És... A karaktereknél elvileg a gépész volt az utolsó, akit én felolvastam. A... Technomonták, igen. És azt nem tudom, hogy az ellenállásnál azt felolvastam-e. Mert ugye itt nem időrendi sorrendbe teszi be a játék. Hát mindegy, akkor most ezt elolvassuk. Az ellenállás. Az ellenállás egy nemrég alakult mozgalom, melyet a milícia befelsős tagjának eltűnése után hoztak létre. Aurora polgárai hittek, bölcsesség vízkeresőnek, amikor megígérte, hogy megszűnnek a nehézségeik és nyomorúságaik, és hogy eltörli a kaszt alapú társadalmi rendszert. De amint a háborús törökvések a győzelemhez vezettek, a milícia tagjainak hirtelen eltűnése egy olyan nyílt elégedetlenséghez vezetett, mely idővel mozgalommá alakult a kormány és a technomonták ellen irányulva. A gyakran terrorista csoportnak nevezett ellenállásnak sikerült megszereznie a nép egy részének támogatását, és mindazokét, akikre hatással volt a háború utáni politikai fordulat. Rendben. Ezek a függők. Ezeket olvastam el. Az Abundance Aurora. Ez a 19-es tábor. Árnyékodó katonái. Jó, akkor az árnyékodó katonáit akkor így szépen olvasom, mert azt gondolom, hogy ezekre nem emlékszek. Árnyékodó őrei alapvetően katonák, néhányuk minisztériumi sereg tagjai, de sokan közvetlenül a forrásnak felelnek. Rendőri feladatokat és személyazonossági ellenőrzéseket végeznek, de nagyon megvetik őket, amelyet részt vettek a milícia tagjainak letartóztatásában. Az árnyékodó lakói, amely az Aurora legnagyobb városa, rengeteg különböző háttérrel rendelkeznek. Sokan hatalmas nyomorúságban élnek, míg mások a forrás arisztokráciájának tagjai. Minden kasznak megvan a maga kerülete, és természetesen a hatalmasok nem méltóztatják meglátogatni a nyomor negyedet. Árnyékodó bűnözői ugyan mindig is voltak bűnözők árnyékodóban, az elkövetett bűntettek száma a háború vége óta még jobban megnövekedett. A bűnözők közül sokan munkanélküli veteránok, akik előny kovácsolnak abból, hogy az őrök kizárólag a főutcákon végzik a személyek azonosítását.
A függők... Pillancsátok. Függők. Árnyékodú nyomornegyede rengeteg drogfüggőnek ad otthont. Sokan olyan elkeseredettek, hogy inkább a szintetikus álmokban keresnek menedéket, mint hogy szembenézzenek a jövő nélküli élettel. Könnyen erőszakossá válhatnak, főleg ha elvonási tüneteikben szenvednek, és a lakók félnek tőlük, akármilyen lecsúszottak is. A zöld reménység katonái... A zöld reménység katonái azok lesznek a következő fejezetben, úgyhogy azokat egyelőre még szerintem nem fogom elolvasni. Pillanat, nem így ugrok. Igen. Gépész. Így. Akkor itt volt a gépész az utolsó, most már akkor időrendi sorrendben megy. Jótékosság. Jótékosság egy visszavonult prostituált árnyékodóban. Intelligens és eltökélt fontos személyé vált a város szemében. Mindenféle információ árulása árulására specializálódva. Ha tud, mindig segít hajdani kolléganőin a feletti egyedi bárjából, amit ő vezet. Bizalom, jótékonyság prostituált barátnője. Általában az ő bárjában dolgozik, de munkára kényszerített őt egy strici a piaci negyedben. A rossz bánásmód és a fizetés miatt a szakadék szélére került, mindaddig, míg jótékonyság el nem küldte Royt, hogy megkeresse őt. A strici. Ez a strici a felső negyedben dolgozik, különös módszerrel sorozza be a lányait, elrabolja és munkára kényszeríti őket. Csendesség. Csendességnek van egy kocsmája árnyékodú nyomor negyedében. Ez a kétes hírnevű bár egy arénával is bír, ahol gyakran rendez harcokat a vendégek szórakozatására. Ő azóta vezeti a bárt, mióta visszatért a háborúból, ugyanis nagybátyja a korábbi tulajdonos életét vesztette egy csatában. Szegényem. Rengetegen vannak amúgy. Hát igen, mondjuk elég sok karakterem ismerkedtünk meg. Marco. Kétségtelenül Marco az ellenállás igazi vezetője, makacs és hajthatatlan, vaskézzel irányítja a csapatot, elvei sziklaszilárdak, s nem tolerálja az ellentmondást. Bizonyos szinten paranoiás, nehezen fogad be új tagokat a csoportba. De ez inkább a konkurenciától való félelem, mintsem az árulásáé. Az ellenállás sok tagjával ellentétben, ő nem volt a milícia tagja. Már a háború előtti tiltakozó mozgalom részese volt, ami a nép jogait igyekezte támogatni. Judy az ellenállás tagja, bátorsággal és szenvedélyes eszményekkel veszi ki a részét a háborúból. Az ügybe vetett hite olyan erős, hogy inkább meghal, mintsem feladja azt, de sosem veszi észre mások hiányosságait, és néha már túlontúl naívnak bizonyul. Becsület. Becsület egy régóta szolgálatban álló katona, egy háborús hős, jó stratéga és hűséges a céhez. Képes volt a helyzet megfelelő kezelésére a zöld reménységnél megesett szörnyű csatában, neki és barátjának szörnyű csatában, igen, pont. Neki és a barátjának, bölcsességnek, az új vízkeresőnek köszönhető, hogy Aurora megnyerte a háborút. Most ő vezeti a C seregeit, betöltve a hadügyminiszteri posztot. Odaadás. Odaadás becsülhető tábornok fegyveres segítője. Nagyon fiatalon sorozták be, majd kémként és olykor bérgyilkosként is szolgálta a mentorát. Hűvös, elszánt és hűséges. Egy különös nő, akit látszólag semmi nem állíthat meg. Makacság. Makacság egy cinikus és kegyetlen fejvadász, aki híret arról, hogy soha nem adja fel prédáj üldözését. Egyedüli motivációja a megkereshető szérum, és igazán barátai sincsenek, kivéve talán nagy félelmet és elvadult kutyáját, akit ugye megöltünk. Na de mindegy. Becsületesség, a csendesség egyik ismerőse, aki a bár vezetője. Egy hajdani kézműves, aki a nyomtatásra specializálódott, de pályát módosított, mikor felismerte, hogy egy új üzlet lehetősége született meg az állandó személyazonosság ellenőrzésekkel. Elővigyázatos, de minden lehetőséget kihasznál, amivel előnyöket szerezhet magának. Szerénység egy kézműves a nyomornegyedben. Évek óta élt a kerületben, és nem volt bátorsága elhagynia azt a felesége halála óta sem.
folytatja az üzlet működtetését, melyet együtt hoztak létre, még ha kevésbé olyan képzett is, mint amilyen a felesége volt. Békesség, egy drogkereskedő a nyomornegyedben, a szakma felvirágozott a milícia eltűnésével, és a ténytől, hogy a sereg csak a főutcákat tartja ellenőrzés alatt. Nagyon eszes és sok olyan lelket talál, akik a drogok útján keresik a kiutat a napi taposó malomból. Gondviselés, egy ápolónő, aki a felügyelő hadnaggyal dolgozik a nyomornegyedben. Főleg a halottak megvizsgálása a feladata. Kétségbe esetten próbálja leszoktatni fiát a drogokról és a helyes útra terelni. Álhatatosság. Álhatatosság egy szegény fickó, akinek nemrég eltűnt a felesége. Kétségbe esetten próbálja megtalálni őt és megtudni, mi történt vele. Hát ő sajnos tragikusan a feleség az ugye elhalálozott. Az érmés gyilkos. Az érmés gyilkos árnyékodú sikátoraiban lelkes... Leselkedik prédáira. Na, nagyon nehezen azért rájövök, hogy mi az a szó. Áldozatait elszigetelt helyekre viszi, mielőtt végez velük, majd névjegyként egy zűrzavar előtti érmét csúsztat a kezükbe. Ő a felelős jó néhány prostituált és álhatatosság feleségének haláláért is. Moralitás általában a felső negyedben tartózkodik, gyakran látogat prostituáltakat fizetés nélkül, igen, ami kiváltotta a jótékonyság haragját. És akkor marad alázatosság. Alázatosság pedig egy megtéboldott férfi, aki jótékonyság lányainak zaklatásával tölti szabad idejét. Teljesen jó. Na hát látjátok, srácok, még 9 darab karakter fog megismerni a játékban. A harcokat azokat nem fogom felolvasni. Teljes mértékben fölösleges. A naplót fogom felolvasni, és fel is írtam magamnak, hogy a 19. oldal volt az utolsó, amit felolvastunk. Igen, mert a 19. oldalban volt az, hogy megöltük a nekromonta Sean-t. Nem nekromonta, technomonta, teljesen más. Tehát a 20. oldaltól jön a napló, a Mars Warlocks. Tehát a táborban és a szökés közben átélt kalandjaink után csak romokat találtam ott, ahol egykor az otthonom állt. Szüleim eltűntek, kétségtelenül letartóztatták őket, vagy még rosszabb. Annyira dühös vagyok, megkértem Royt, segítsen találkozni azokkal, akik a kormány ellen harcolnak. A segítségükkel talán megtaláltam a szüleimet, vagy megbosszulhatom őket. Akik most csatlakoznak ebbe a videóba, azt tudni kell, hogy ezt a Mars Warlocks-ot, ezt Smith írja. És az ő szemszögéből, tehát az ő nézőpontjából van megírva ez a napló. Opa! Így, igen. 21. oldal, igen. Roy bemutatott egy különös hölgy ismerősének, egy néhai prostituáltnak, aki nagyon nyíltan beszél. A nő állítása szerint mindenről tud, ami a városban folyik, és segített nekünk az ellenállással való találkozásban, de természetesen ez időbe telik majd, és meg kell tennünk neki néhány dolgot cserébe. 22. oldal. Szükségünk volt valami csendes helyre, ahol megpihenhetünk. A háború előtt Roynak volt egy rejtek hely a homoknegyedben, de kiderült, hogy a helyet ellepték a drogfüggők. Mielőtt berendezkedhettünk volna, meg kellett értetnünk velük, hogy többé nem szívesen látott vendég. Nem éppen egy palota, de legalább biztonságban vagyunk itt. Na jó, legközelebb így fogok nyomni. 23. oldal. Hogy kíméletesen szabadítsa meg a műhelyet a drogfüggőktől, Roy úgy döntött, hogy az egyik szegény srác anyjára hallgat. Elment, hogy megkeresse a dealert, a fickó nem fog több drogot... A fickó nem fog több drogot eladni ezeknek a kölyköknek. Ez jó dolog, még ha az állapotokból ítélve úgy vélem, megpróbálnak majd máshonnan szerezni. Hát igen. 24. Roy egy kézművesbe botlott a homoknegyedben. A fickó megtudta valahonnan, hogy meg kellett szabadulnunk egy rejtekhelyükön tanyázó csapat függőtől, és természetesen egy hasonló problémában szeretne segítséget. Persze Roynak nem volt gond tennie arról, hogy visszakaphassa műhelyét. 25. Roy talált egy okirathamisítót az északi kerületben, aki hamis személyazonosítót adott neki, miután megkért, hogy távolítsa el a biztonsági erőket a műhely közeléből. Ez majd lehetővé teszi a gondmentes utazást a városban, még ha le is ellenőriznek minket minden alkalommal. 23. Miközben Roy megpróbált bejutni a felső negyedbe, találkozott egy pasassal, egy csapossal,
aki arról panaszkodott, hogy nem tud átjutni az ellenőrző ponttól. Roy szerzett neki hamis személyazonosítót, némi információért cserébe. Ki tudja, talán még később hasznunkra válik. Úgy tűnik, sok embert ismer árnyékodóban. 27. Rolynak sikerült megtalálni a rohadékot, aki elfogta szegény bizalmat. A lány végre visszamenhetett jótékonyság bárjába. Remélem ezentúl nem lesz ehhez hasonló gondja, még ha a munkája nem is csupa móka és kacagás, azt hiszem. 28. Ha jól értettem, jótékonyságnak meggyújt a baja valami fickóval, aki nem akarta egyenlíteni a számláját. De Rolynak, mint általában, nem volt szüksége nagy erőfeszítése a pénz megszerzéséhez. 29. Valami beteg pervez jótékonyság lányai zaklatta. Azt hiszem, Roy látogatása után nem fogja többé zavarni őket. Ez biztos. Jó, a 30. Hogyan köszönhetném meg Roynak mindazt, amit értem tett? Hála neki csatlakozhattam ellenálláshoz. Az ellenálláshoz. Sajnos Marco belőle már nem kért, de remélem rá tudom venni, hogy meggondolja magát. Addig is megpróbálom képben tartani... képben maradni vele kapcsolatban. Főleg arról lenne jó tudni, mit derített ki az általunk hallott különös robbanásról. 31. Megtudtam, hogy Roy megtalálta Mary-t, a 19-es tábort vezető technomonta tanítványát, ott, ahol a robbanás történt. A lány egészen idáig követett... elvesztettem a fonat. Igen. A lány egészen idáig követett minket, csak hogy bosszút állhasson. Roy biztonságba vitte, és gondoskodott róla, és úgy látszik, most már vele van. Remélem tudja, mit csinál, ha már a szárnya alá veszi ezt az őrült lányt. 32. Úgy hallottam, Roy találkozott Becsülettel, a híres tábornokkal a város alatt. Kíváncsi lennék, miről beszélhettek. A fickó egy hős volt, de ugyanúgy, mint bölcsesség, szemet hunyt, sőt, még bíztatta is a milícia tagjának letartóztatását. Remélem, Roy nem bízik meg a pacákban. Minden esetre számon fogom kérni a történtekről. A 33. Azok a rohadék technomonták nem adták fel Roy keresését, éppen ahogy sejtettem. Ahelyett, hogy maguk végeznék el a piszkos munkát, egy makacság nevezetű fejvadász küldtek az ügy lezárására. És annak ellenére, hogy a fickó a rejtek helyen várt rá, és megküzdöttek, megtudtam, hogy Roy megkímélte őt, és engedte, hogy csatlakozzon hozzánk. Hihetetlen fordulat. 34. Végre részt vehetek az első igazi csatámban az ellenállás tagjaként. Meg fogunk támadni egy rabokat szállító konvojt. Ki tudja, talán a szüleim is köztük lesznek. Mondtam jótékonyságnak, hogy kérje meg Royt, csatlakozzon hozzánk. Marco talán nem egyezne bele, de tudom, hogy Roy egy rendes fickó, és a jelenléte még jól jöhet. 35. Roy megtalálta pontosságot. Áhatatosság eltűnt feleségét. Sajnos meghalt, meggyilkolták. Tedd fel magadnak a kérdés, hogyan történhetett meg ilyesmi, amikor a biztonsági erők mindenkit állandóan ellenőriznek. Ami különös történtekkel kapcsolatban, hogy egy olyan érme volt a nőnél, amit a férje nem ismert fel, talán a gyilkosságnak a névjegye. 36. Egy gyilkos járta a várost, a szörnyeteg lányokra vadászott, bedrogoztatta őket, és amint elkövette a büntettet, egy érmét hajott a testüknél. Roy némi nyomozás után rálelt a rohadékra, aki ezt tette. Többé nem fog gyilkolni. Az biztos. 37. A technomancia használatával szökésünkért Roy leleplezte magát a forrás előtt, és embereket küldtek, hogy levadásszák. A legtöbbjüket elintézte, de aggódom, kétlem, hogy ilyen könnyen feladnák a megszállottjai a hatalmukat. Óvatosnak kell lennünk. És végül a 38. Becsület nekem adta ezt a kis jegyzettömböt, ami ártatlanságé volt. És mivel számüzetésbe kellett vonulnia, megpróbálom folytatni abban a reményben, hogy egy nap majd elolvassa ezeket az oldalakat, és megbocsát nekem, amért a megmentésért cserébe kétes egyességet kötöttem azokkal, akik szemet hunytak szülei halála felett. Hát bízzunk benne. Na de srácok, elvileg felolvastam mindent, amit szerettem volna. Ha kihagytam valamit, akkor szóljatok, és akkor lesz egy kiegészítő videó. Pluszban még annyit, hogy végre jó lett a hírnevem Roy-jal. Hála az égnek. Hát így a harmadik fejezettek az elejére. Nos, de akkor köszöntöm szépen a figyelmet, és köszönöm azoknak is külön, akik végignézték és végig hallgatták ezt a második fejezetet a naplóból. Én Szoly voltam, lassan, de biztosan következik majd a Marsvaloxnak az utolsó fejezete, a harmadik fejezet.
jövő héten bizonyára. Szóval, egyszer a kis százalvége. Köszönöm szépen a figyelmet, én Szói voltam. Sziasztok!